És tart, elindult a Egedű Zsolt emlékverseny 1300 méteren körpályán, Mystic Mannek nagyon nehezen jön össze az első néhány száz méter, ezáltal nehéz helyzetbe hozza magát, és hát látszik, hogy kik a rutinos két évesek, azonnal ők vannak ott a frontban, Musashi vezetésével, Gárok követi nagyjából egy hosszas különbséggel, tehát két-három oszra, Rushing Breeze közelít hozzájuk, és egyelőre Altes Rouge is lőtávolon belül, Mystic Man helyzete azért most már nagyon-nagyon nehéz, de azért 1000 méter még hátra van a futamból. Gárok könnyen kézből jön a vezető Tőló mögött a 800-as táblát elhagyva, Musashi egyelőre kicsit előrébb hozzá képest, Rushing Breeze viszonylag közeli harmadik, és Altes Rouge-nak sem kell még lemondani arról a reményről, hogy esetleg fel tud majd érni a dobogósok közé. Fejfej mellett a két kedvenc a kanyar végén a befutóra fordulva, belül jön Musashi, kívül pedig Garo galoppozik, most már egy picit azért őt is el kell kezdeni talán lovagolni, a harmadik pozícióban változatlanul Rushing Breeze 400-nál, még mindig Musashi és Garo kettőse, egyre közelebb hozzájuk Rushing Breeze. Egyelőre Gárok nem tudott még elmenni Musashi mellett, aki szívósan védi a pozícióját. Száznál azonban úgy tűnik, hogy Gárok szép lassan fölénybe kerül. Rushing Breeze pedig a végén tud majd talán elindulni. A második egészen biztosan meg lesz neki. Gárokra talán már nem jelent veszélyt. Két ezüstérmet követően bár egy picit tör a végén, Gárok megnyeri a futamot. Gárok, Rushing Breeze és Musashi az első három helyen. Altes Rouge a negyedik, Mystic Man az ötödik.